Eredendően az embernek az életérzésében nem volt jelen a félelem. Ma természetesen más a helyzet, helyesen mondják azok a szakemberek, akik azt mondják, hogy az öröm, szomorúság mellett a félelem is az ember élet egy alap részét képezi. Ez igaz, mert a bűnbe következtében a félelem valóban belépett a belépett az embernek az életében. És mikor lépett be az embernek az életébe a félelem? Ezt látjuk az idő rövidsége miatt, csak idézem, az Egymózes harmadik fejezetében, hogy amikor áthágta Ádám és Éva az Istennek az igéjét, és azt mondta Isten, hogy amikor arról a fáról eszel, bizonyal meghalsz. Újra szeretném hangsúlyozni, hogy a halál az nem áldás, hanem az Isten ítéletének az eszköze, legfontosabb eszköze. És miután tehát megtörtént az Isten igényének az áthágása, újra megjelent a kertben, est alkanyán az, az Úr. És uh, szól, hogy Ádám hol vagy? És akkor Ádám uh, jelez, uh, hogy... Uh, hogy azt mondja az Isten igéje, hogy amikor hallotta az Istenek a hívó szavát, akkor az Ádám nem úgy viselkedett, mint előtte, hogy rohant Istenek a jelenlétébe, és együtt, élvezte, egy, egy, egy együtt élvezték egymás társaságán, hanem Elrejtőzött, és mi volt az Istentől való menekülésének, elrejteszködésének az oka? Mert azt mondja Dávi, eh, eh, Ádám, hogy félek, és mitől félek, hogy mezítelen vagyok. Vagyis az igazságnak a ruháját, az üdvösségnek a ruháját elveszítette, mert itt nem a fizikai ruhára kell itt gondolni, hanem az igazságnak a ruháját, az üdvösségnek a ruháját, amiről az Ó és az Új Szövetség is beszél, amely nyilvánvalóan dicsőséges ruha volt, és ez a dicsőség azonnal eltávozott, mert a dicsőség és a bűn összeférhetetlen egymással. És ennek következtében a bűn kinyitotta Ádámnak a szemét, és látta, hogy mezítelen, és ez a mezítelenség azonnal félelemmel jelentkezett, félelem jött a lelkébe, és azóta az embernek, az élet érzésének a részévé vált a félelem. De ebből is lehet látni, ebből a történetből, hogy ahogy a bűn nagyobb hatalom, mint az ember, mert a bűnt nem az ember szerezte igazából, hanem a sátán, és megvolt már a bűn az Ádám teremtése előtt. Ugyanezt el lehet mondani a félelemről is, és ez az oka annak, hogy a halál félelem fölött nincs az embernek uralma, és akik azt mondják, hogy nem félnek a haláltól, azok, ha hívők, és tele vannak kegyelemmel, akkor elhiszem az állításukat és megvallásukat, de ha nem hívők, akkor ők, ahogy jobb mondja, szövetséget kötöttek, vagy megállapodtak a halállal, és ilyen módon a halál adott nekik egy olyan hatalmat, hogy önmagában nem gyöti a haláltól való félelem őket, de sokkal rosszabb állapotban vannak, mintha a haláltól való félelem gyötörné őket. Tehát ezzel azt szeretném mondani, hangsúlyozni, hogy a félelem a felülhaladja az embert, és ha le, szabad ilyet mondani a bűnbeesés következtében, hogy az egy metafizikai valóság, tehát túl van az emberi tapasztalaton. Az egyszerűen bejön, ahogy be, a, a, a fogantatás pillanatában, az már e, öröklődik e, a, az e, a vére által a, a, a a vér által a magzatokba, és ezt nem véletlenül, hogy a vizsgálatokon, például a terhességvizsgálatokon, és különösen az abortuszon sajnálatos módon, és ezt sem akarják sokan tudomásul venni, hogy a, 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 a anya méhében lévő gyermek, Ben félelem van, és látni, hogy félelem irányítja a reakcióit, ahogy próbál védekezni ez a kiszolgáltatott magzat, hogy megvédje magát, és megmaradjon a létezésbe, de hát sajnálatos módon erre esélye nincsen, mert ha az anyuka eldöntötte, akkor a gyilkolás, a, a, a emberölés, tehát az élettől való megfosztás vár rá, és ezért is ez súlyos bűn. És ma már a felvételek igazolják, hogy van reakció az ilyen beavatkozásra, és látható, hogy tehát az, amiről beszélek, hogy az ember életérzésénél több a félelem.